December eleje óta naponta 10 közfoglalkoztatott és 4 főállású munkatárs dolgozik azon, hogy az önkormányzat által felajánlott fa eljusson a rászorulókhoz. A hajléktalan ellátó Kolozsvár utcai telephelyén darabolják és hasogatják kályhakészre a röngfát, a belügyminisztérium közmunkapályázata révén beszerzett gépekkel és eszközökkel, majd pontosan kimérik a családonkénti 1 köbmétert. 2 teherautóval folyik a kiszállítás. A közfoglalkoztatott munkavállalók a helyszínre szállítják, ott lepakolják és segítenek a rászorulóknak a téli tüzelőt elhelyezni az állandó helyre. Tehát az idősebbeknek, a betegeknek, a mozgásukban korlátozottaknak nem kell ezzel sem bajlódniuk. Marika is fával fűt, kevéske nyugdíjából egyedül él egy szobakonyhás házban. Azt mondja, nagyon örül a felajánlásnak, számára ez óriási segítség. Tűzhelyen van, nagyon segít, ez egy nagyon jó érzés. Meg kellemes ünnepekbe is lesz részem, talán egy kicsit jobban tudok melegedni is, úgyhogy nagyon jó szükségem van, vagyis volt rá már rá kis akció, és nagyon szépen köszönöm. Puskás Tivadar polgármester elmondta, az önkormányzat azt szeretné, hogy senkinek ne kelljen fázni a karácsonykor. A hajléktalan ellátó nemrégiben átadott brikettáló telepéről a családok a tűzifa mellé 2-2 csomag papírbrikettet is kapnak ajándékba. A téli tüzelőt még az ünnepek előtt mindenhová eljuttatják.